sokkal folyamatosabb, sokkal gyorsabb, mint egy rally 3-as versenyt. Volt idő, hogy nem is volt olyan szakasz, hogy nem is tudtuk levenni a sisakot, hanem az egyik szakaszról lejöttünk, már másikra sisakkal mentünk, szóval nem volt rá sok idő, úgyhogy egy elég pörgős, sokkal jobb, mint egy rally 3-as verseny. Hát a tegnapi az elég húzós volt, mert körülbelül az egynegyedét tettük meg tegnap egyszerre, mint ma. Az egész ösztávnak, vagyis a mai ösztávnak, és a gyorsasági szakaszoknak. Úgyhogy az elég húzós volt, fárasztó. Meg hát meg az Opelt meg kell tanulni vezetni. Ennek másabb a fékútja, mint egy zsigulinak. Másabb viselkedik a kanyarba, nem abban a fokozatban fordul el, ahol egy zsiguli. Szóval még tanulnom kell nagyon. Szerintem kezelhetőbb egy első kerekes, mint egy hátsó, mert az kitörik egyből, ez meg húzza befelé. De, hogy mondjam, hozzá kell szokni. P13-ban 5. vagy 6. lettünk, de szerintem inkább 6. Két VD-be is neveztünk, de onnan valami miatt kivettek. Bementek a fiúk reklamálni, hogy miért nem vagyunk ott értékelve, és akkor mondták, hogy ezt tegnap kellett volna jelezni, úgyhogy ennyi. Nagyon szépen köszönjük Cégmány Norvinak elsőnek, hogy kölcsön adta navigálni a párját, mert amúgy nem is tudtunk volna elindulni, mert nem volt navigátorunk Katát, úgyhogy neki is nagyon szépen köszönöm, hogy az utolsó másodpercben megtett mindent, hogy tudjon nekünk segíteni, tudjon nekem navigálni. Úgyhogy körülbelül ennyi. Örülünk, hogy itt voltunk, itt lehetünk, reméljük jövőre is itt leszünk.